Emberek, vigyázzatok egymásra, mert itt, a Kárpát-medencében és szűkebb Pátriánkban, itt a Balaton felvidéken, ez a vidék mindannyiunk hazája. November 2-án adták át a Tihanyi őrtorony kilátót a Bakony Erdő ZRT, valamint Tihany község önkormányzata jóvoltából. A Balaton újabb büszkesége, amely az egykor itt található római őrtornyokat idéző formában készült el, lenyűgöző körpanorámát nyújt. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a kirándulókat, a kedves tihanyiakat, minden természetkedvelő embert, aki most eljött erre az alkalomra. Egy új színfolttal, egy új érdekességgel, egy kilátóval lesz gazdagabb Tihany, amely meggyőződésen Magyarország egyik legszebb érdekességben, látnivalókban leggazdagabb tája. És én nagyon örülök annak, hogy részese lehetek ennek a pillanatnak, azt hiszem valamennyiünk számára egy emlékezetes ez a mostani alkalom, ez a mostani délután. Én gratulálok ehhez a Bakony Erdő vezetésének, a társaság dolgozóinak, az építészeknek, tervezőknek, akik megálmodták ezt a létesítményt, amely egy római őrtoronyra emlékeztet. Tulajdonképpen a természet az erdő védelmében is álljon őrt hosszú időn keresztül, és kívánom azt, hogy kellemes perceket, pillanatokat szerezzen minden ide látogatónak. A kilátó egy jelkép is, mely nevével az ókori múltra emlékeztet, de magasságával a távolba tekintést szolgálja, amely lehetővé teszi a balatoni táj a Tihanyi félsziget szépségének átélését. Egy kilátónak jelképes értéke van. Amikor itt őrtornyok voltak, jeleket tudtak adni egymásnak az emberek. Urunk Istenünk, áldásodat kérjük most erre a kilátóra. Kiemelkedő helyre építették Tihanyban, a magyarság szent helyén. Segíts mindannyiunkat, hogy őrzői lehessünk az igazi értékeknek. Magaslatot építettek gondos kezek, hogy messzebbre láthassunk. Kilátó messzire viszi a hírét ennek a szép tájnak, és egy új perspektívát is megnyit, hiszen kicsit magasabbról, kicsit az eddigi megszokott helyekről, amelyekben sokat gyönyörködtünk, azokhoz képest is egy új szemléletmódot, egy új rálátást biztosít a tájra is, benne az alkotó ember. Azt, hogy érdemes nekünk is megkeresnünk azt, hogy miképpen tudjuk gazdagítani mindazt az örökséget, amely akár a tájban, a természetben, akár az épített környezetben rendelkezésünkre áll, amelyben generációk munkája, odafigyelése is testet ölt. Miképpen tudunk mi is úgy hozzátenni mindezt, hogy harmóniában legyünk a természettel és az elődöknek a munkájával. Kicsit nehéz megszólalni, hiszen hogyha körbenéznek erről a kilátóról, akkor egy fantasztikus panoráma fogadja önöket. Eddig is az Apáti tető az egyik kedvenc kiránduló helyen volt, hiszen hogyha fel akartam töltődni, egy kicsit pihenni akartam, akkor ide kigyalogoltam, és ez a látvány, ami itt szokott fogadni, ez mindennel kárpótol. A külső tó látványa, az apátságra a rálátás a településsel, az, hogy különböző ponton látjuk a Balatont, ez egy fantasztikus érzés, és most ennek a kilátónak köszönhetően ez a tér még egy kicsit kitágul, hiszen láthatjuk a Balaton felvidéknek a dombjait és a környező településeket is. A félsziget természeti értékei, a táj megkapóan változatos formái egész évben vonzák a látogatókat. A kilátóból kiválóan látható a fokozottan védett külsőtó, amely számos ritka, növény és állatfajnak biztosít élőhelyet, a szabad vízfelületű, a faluhoz közelebb eső belsőtó, továbbá a 360 fokos panorámának köszönhetően délen a Somogyi-dombok, északra a Bakony déli nyúlványai,
és közöttük megbújva a Balaton. A kilátó a következőt jelzi számomra. Az ember szeretne felül emelkedni önmagán. És amióta világ a világ, ez így van. Nem akar beleragadni a hétköznapi kisszerűségbe. Figyeljünk egymásra, mi, akik fölmegyünk egy-egy magaslatra, onnan föntről lenn emberek vannak, akik mind élni szeretnének, és szeretnék meghaladni önmagukat. Egy turizmusból élő település számára elengedhetetlenül fontos, hogy mindig újabb és újabb turisztikai attrakciókkal rukkoljon elő. Biztos vagyok ennek a kilátónak a sikerében. Én gratulálok ehhez a fejlesztéshez, kívánom azt, hogy a település és a társaság, az erdőgazdaság, illetve valamennyi szereplő hasonlókat tudjon majd megvalósítani az elkövetkező időszakban is. Azt hiszem, ez valamennyiünk számára kellemes és hasznos lesz, legfőképpen pedig azoknak, akik itt élnek és akik eljönnek ide, hogy gyönyörködjenek Tihany szépségeiből.